Valami történt a magyar nemzettel 1956. október 23-án. Valami felfoghatatlan, váratlan, sok ember számára megmagyarázhatatlan, egyszerre csodálatos, mégis hátborzongató dolog történt. A magyar nemzet visszaszerezte becsületét, nemzeti tartását és egy kicsi időre a szabadságát. A nemzet testéből elemi erővel tört ki a szabadság és az igazság utáni vágy. Ez a vágy hangos kiáltásá lett az egyetemista fiatalok, a BEM szobornál és a Kossuth téren tüntetők a kajkán. 1956. október 23-án a pesti és a vidéki fiatalok azt mondták, elég volt. A hagyományoktól eltérően az idei október 23-ai megemlékezés egy performanszal kezdődött. A Józsa Gergely Hagyományőrző Néptánc Együttes egy 1956-os forradalmi jelenetet elevenített meg korhű jelmezekben. Európa közepén élt valahol egy nép, hol felszántva a határ, hol végtelen az ég. Nem kívánt mást, csak saját hazát, hol övé a dal s a szó, hol aranyból, sárból születik majd tudós és álmodó. Kívánjuk a sajtó szabadság!
Olyan az első vér a forradalom tavaszán, mint Szent Más komoly gyors nyuszorán. Ma megláttad az első vér dobköveken, ostoba halál, mondd az Isten megáldja-e. Ma megláttad az első vér dobköveken, ostoba halál, mikor ártatlanságát veszti szűz vajra, ő már gyerekkel áldott, mindegyet itt is a Az előadást a háborús emlékmű megkoszorúzása követte. A város vezetése és a kulturális egyesületek helyezték el a megemlékezés virágait.